Pisoff Tamás, az intézmény vezetője elmondta, a 2023-24-es tanévben igyekeztek megfelelni a szakmai kihívásoknak. Sikerült a tanulóinkat a duális képzésben, a duális partnerekhez egytől egyik kiközvetíteni, partnereket találni, és ezeket a partneri kapcsolatokat évközben ápolni. Ez nagyon fontos, mert a diákok és az iskola, valamint a duális partnerek hármasa képzi azt a tudást, ami majd jó szakembereket képez. Kifejtette, a nebulók nem csak a duális képzőhelyeken tanulhattak, az iskola több lehetőséget is biztosított számukra. A hálózati együttműködés kiterjed a műhelyekre, a szakmai gyakorlatokra, az ágazati képzőközpontokra, a kirándulásokra, a szakmai kirándulásokra, több üzemet is meglátogattunk, valamint kiterjed a versenyekre. Talán ezek voltak a legintenzívebb élmények a diákok számára, hiszen a versenyzés közben tudták alkalmazni azt a szakmai tudást, amit elsajátították az idei, vagy éppen a korábbi évek alatt. Az évben kiváló eredményeket elérő diákok jutalomban részesültek, amelyet a Perccel Alapítvány felajánlásának köszönhetően kaptak meg. A diák sikereink között a közismereti országos eredmények mellett a szakmai eredmények is kiemelkedőek voltak, főleg informatikából vagy épületgépészetből értünk el komoly eredményeket. Talán a csúcsot hadd említse meg név szerint is, a Szakmasztár Fesztiválon országos negyedik helyezettet ért el fűtés- és gázhálózatrendszer szerelőként Jókai Rafael végzős diákunk. Talán ő volt a csúcs. És ez mutatja azt is a többieknek, hogy érdemes tanulni, hiszen aki ilyen jól szerepel, az úgy jön a szakmai vizsgára, hogy csak átveszi a bizonyítványt. Kolcsár Lídia úgy érzi, az idei tanév sikeres volt számára. Már nagyon pici voltam, akkor is eldöntöttem, hogy én ide akartam jönni. Nekem a családom nagy része ide járt, és nagyon sok könyvelünk van. És mondták, hogy nem tudnának másik iskolát mondani, ami szerintük annyira jó, és eljöttem egy nyílt napra, és beleszerettem. Pókai Ágnes a közösségi munkájáért, jeles tanulmányaiért, valamint sporteredményeiért kapott elismerést. Elmondta azt is, miért választotta a Perccel Technikumot. Ez egy spontán ötlet volt, és főleg azért, mivel a barátnőm is idejött, és ez is nagy szerepet játszott, de azóta egy percet sem bántam meg, hogy átjöttem. Ez nem egy gimnázium szintű közösség, hanem ez egy sokkal kisebb, és így azt érzem, hogy sokkal összetartóbb az egész, és nincs annyi ember körülöttem, és pont ez kell, hogy kevesen legyünk, és szeretem azóta. A tanulók többsége a nyári szünetük részét diákmunkán, illetve a gyakorlati helyen fogják eltölteni.